Sziasztok! Mai vendégem Dudás Ádám, örök kedvenc, azért csak a vérem, borsodi. Ádikám, gratulálok az eredményekhez a Vabbán. Picit laposabb lettél. Mesélj, mi történt ezzel az utolsó nappal? Kicsit másképp csináltam most a versenyfelkészülést, mint ahogy máskor szoktam. A szénhidrátot egész levittem. Igazából ilyen 100 gram alá levittem. Általában magasabb szénhidráttal szoktam készülni a versenyre, tehát ilyen 200 gram alá nem is szoktam levinni. Levittem nagyon a szénhidrátot, azon kívül a nátriumot is igazából teljesen nullára, teljesen megvontam. Aha, attól lapultál be a fogalmat. Igen, attól is belapultam, meg maga a töltésem se volt olyan. Megpróbáltam azt, hogy most teljesen tisztán töltöttem, rizssel, és igazából nem volt szemétkaja, tehát édességet, semmit nem ettem. Nagyon kis mennyiségeket töltöttem, tehát egyszer ilyen kis 50 g-os adag rizseket ettem. És a lényeg, hogy nem tudtam úgy betöltődni végül is. Hát gyakran találkoztam én veled ott Mike Rimes kenyérrel a backstage-be, hogy akkor... Igen, de inkább édességgel töltöttem. Aha. Úgyhogy hát legközelebb már másképp fogom csinálni, és inkább megint visszatérek arra a verzióra, hogy kicsit hát nagyobb mennyiséggel. Igen, igen. Hello, sziasztok! Itt vagyunk Dunakilitén, a Diamant Hotelben. Húzósabb napokat itt szoktam én is kipihenni. Ez egy nagyon jó hely. Wellness részlege tökéletes, a konyha kiváló. Aki teheti, jöjjön el ide, próbálja ki. Nézzétek meg. Figyelj, következő verseny? Következő verseny a PCA lesz Szegeden, október 24-én. Ez a Remzső Ferenc Emlékkupa. Na, szuper. Az milyen kategóriába tudsz ott indulni? Csak ebbe a... Hát igazából GP, vagy ilyen, nem szerintem ugye itt az abszolút ugye abszolút, a cél. Tehát nem azt tudom, hogy milyen kategóriák szerint lesz beosztva. Testmagasság szerint, vagy súly szerint. És akkor továbbiakban még az évre van, még ugye akkor kvalifikáltál a VB-re, a Vabba VB-re. Meg előtte van egy héttel, azt hiszem, a Superbody, ugye? A Superbody, igen. És akkor így ennyi. Superbody-ra mindenfélképp fogok menni. Aha. Úgy terveztem egyébként, hogy ez lesz az utolsó Superbody, ahol indulok. Na, hogy? Hát úgy gondoltam, hogy már ugye elégszer megnyertem a Superbody-t. Nem is az, hogy elégszer, sose nyerheti meg az ember persze, elégszer, persze. De... Hogy ne mondják azt, hogy elveszem másoktól a lehetőséget. Teljesen korrekt döntés egyébként. Viszont még most utoljára még szeretnék egy... Odabaszós formát. Egy odabaszós formát, igen. Meg másrészt ugye most a nehéz helyzet miatt, tehát hogy külföldre sem lehet menni versenyezni. Aha. Szinte ugye rá is vagyunk kényszerítve, hogy ugye az itthoni versenyeken induljunk el. És ugye Magyarországon még mindig ez a egyik legnagyobb verseny, igen, a legnívóvasabb verseny. Ott mi a pénzdíj? Lehet tudni? Igen, ugyanaz, mint múlt évben, 1 millió forint kp. De abból neked volt egy valami korrekt felajánlásod, nem? A állatmenhelynek? Igen, igen. Az korrekt. Múlt évben igazából a verseny előtt megfogadtam egy pár nappal, hogy ha sikerül megnyernem ugye a versenyt, a Superbody-t, akkor legalább az egynegyed értékében van, milyen jótékony célra ugye eladományozom a pénzt, vagy veszek bőle ugye a kutyáknak kutyatápot, és mivel összejött, ugye én... Megfogadtam, tartom a szavam, és ugye ezért meg is csináltam. Ádi, de tehát a versenyzés nem hagyod abba, csak a Superbody-n nem. Nem, a versenyzés semmiféleképpen sem hagyom abba. A Superbody-n ugye ez lesz az utolsó évem. Ugye tulajdonképpen már van 4 szobrom. Ez 4 abszolút hely, ugye? Vagy 4 abszolút hely, igen. Van egy újonc Open, azt még 2010-ben nyertem. Ugye azért is jár egy szobor. És 3 darab Grand Prix szobrom van. Hát várj, akkor te leszel a rekorder, ugye? Akkor lehet, hogy igen. Ha sikerül. Ha sikerül, igen. Mert ugye azért lesznek kemény ellenfelek. Lesznek ugye elsősorban ugye Szmerek a Laci. Neked ugye... klubtársad, vagy nem klub, hanem igen, ő is Team Sitekes, meg egyébként ugye most az összes élvonalbeli versenyző szinte Team Sitekes. Igen, úgy, igen, hogy, tényleg. De ugye Lacitól nagyon tartok. Nem kell félni. Hozni kell a kötelezőt, érted? Igen. Meg azért ugye vannak azért fölzárkózók. Én meglepődtem a Ricsin, a nagy Ricsin, nagy Ricsin, igen. Alul nagyon perfekt, ugye nyilván nagyon fiatal. Nagyon tehetséges, nagyon jó ugye, az alkata. Alázatos, igen. Szerintem teljesen nagyon jók az arányai, nagyon jó a szárassága, úgyhogy tényleg szerintem nagyon nagy jövő áll. Ott van egy Zoboki Tomi, igen, ő is nagyon hatalmasat változott. Azért ne felejtsük el ott egy Pisti, egy Horváth Pisti. Horváth Pisti, igen. Nem tudom, a Rigoricsi, azt hiszem, ő most nem indul. Rigoricsi, ő nem fog szerintem, ugye neki volt egy combizom szakadása, igen, és neki szerintem ugye még a combjait fel is kell hozni arra a szintre vissza. Ádi, itt edzel, itt vagyunk ebbe a terembe, ugye Miskolcon, ez egy BB Gym, ugye? BB Gymbe, itt szoktam minden nap edzősködni. Mióta edzel ebbe a terembe? Igazából egy 3 éve jöttem ebbe a terembe át. Honnan, melyikből jöttél, vagy hol edzettél eddig?
Előtt a Metropolba edzettem. Metropolba, hát az, de ott már egy 50 éve, nem? Elég régóta, igen, de egyébként magát az edzést azt még Komlós tetőn egy kis garázsterembe kezdtem el, Parázs Miklósnál. Kicsit idősebbeknek ismerős lehet a neve, igen, igen. Mert egyébként fekvenyomó volt, ő is fekvenyomó versenyző, és még testépítésbe is indult annak idején. Hát mi találkoztunk egy párszor ott a Metropolba. A Metropolba? Ja. Igen, szerintem végre összefutottunk. Gerőcs, igen. Még a Gerőcs is oda járt. Igen. Hát ő csinálta, akkor még tudott. Igen, nagyon régen még Gerőcs Tibé volt a terem. Igen. Támogatód van? A Szájteken kívül? Van, igen. A Szájtek, meg a konditerem, a Baby Gym. Uh-huh. Ez a kettő. Igen. Ádi, egy örök kérdés, vagy dilema, gondolom benned is felvetődött. Hogy nem hajlottál te a profi pálya felé? Hát igazából én egyrészt kevésnek is érzem még magam a profi szinthez. Én azt látom, hogy most nagyon sok testépítő, ugye itt Magyarországon hajkurász ezt a profi pályát, mindenáron profinak igen, akarnak igen. menni, úgy, hogy még akár meg se nyertek. Mondjuk egy szuperbadi grandit, igen, igen, tehát egy szuperbadi grandit nem nyernek meg, és már a profi kártyát hajkurásznák. Tehát azt mondom, hogyha amatőr szinten nem tudnak olyan eredményt elérni, akkor nem értem, hogy profi szinten miért várják ezt. Mint mondjuk egy Peti, hogy kimaxolt ugye szinte igen, mindent. Ja. Peti, ő más téma, mert igen. ugye Peti, ő amatőr szinten, ugye a maximumot de hozta, jó, minden jó. verseny megnyert, és ugye utána ment át profiba. Jogos, igen. De látsz magadra, vagy magad előtt olyan célt, hogy esetleg a profikat megcéloz valamikor, vagy... Ugye hát, az idő ketyeg. Igen. Tehát azért mindenki érzi magát. Én úgy gondolom egyébként, hogy még van egy 2-3 év a testépítésben biztos. Mint versenyző. Igen, mint versenyző. Lehetséges, hogy úgy zárnám a pályafutásomat, hogy profi kártyát megszerzek, viszont én a profi szinthez még kevésnek érzem ezt. Aha. Kevésnek érzem magamat. És nem is, tehát azért, hány éves vagy most te? 38. Hát igen, ez már... Határ. Határeset, hogy határ most még eset, belecsapni igen. azért tudjuk, meg látjuk, hogy azért egy profi versenyzés mivel jár. Ugye profi élet, profi szerek, profi igen. minden, hát azért igen, az tényleg nehéz. Valószínűleg ugye nem is éri meg úgy, egyrészt több pénzbe kerül, több pénzt kell beleinvestálni, másrészt ugye itt még amatőr profi, versenyeken, igen, amatőr versenyeken ugye tudok is valamennyit visszakapni, tehát vannak néha egész jó pénznyeremények. Idén ugye kicsit rosszabb a vírus miatt, ezért ugye külföldre nagyon tudunk menni, meg ugye múlt évben is. Ugye sajnos keresztbe húzta a számításainkat, de nagyon remélem, hogy jövő évben vagy azután évben már például tudok menni külföldre is, és ott. Edzősködsz is egyébként? Válasz személyedzést? Szoktam, igen. Mostanában nincsen nagyon edzettem, most mellette ugye örködök autószalomba, de előtte is nagyon sokat edzősködtem, meg most a jövőben is megint fogok. Neked az edzés az hogy folyik? Nagysúlyos vagy, izolációs vagy, kisúlyos vagy? Igazából mind a két verziót szoktam használni, meg gyakorlatfüggő. Alapgyakorlatoknál, ami vicces egyébként, sokszor inkább óvatosabban kisebb súlyra csinálom. Tehát pont az alapgyakorlatoknál van az, hogy nem csinálom óriási súlyokkal a fekvenyomás se, a guggolás se, mert azoknál sérülnek könnyebben, jobban az izmok. Viszont az izolációs gyakorlatokat szeretem nagyon nagy súllyal csinálni. Aha. De ezen is szoktam variálgatni, változtatgatok. Ha néha úgy érzem, hogy na most van több erőm, több energiám, akkor lehet, hogy rámegyek én is nagyobb súlyokra. Aha. Na hát ez... Mert ugye most hallani egy-két embertől, hogy inkább preferálja a nagy súlyos edzéseket, meg az ilyen hardcore dolgokat, de azért azt valljuk be, azért az idő után azért az izületeknek nem túl igen, barátságos. Sajnos egy idő után az ember megérzi. Én is ugye fiatalabb koromban szerettem én is nagyon hatalmas súlyokkal edzeni, erőltetni a dolgot. Sajnos lett is sérülés vége, igen. nem egy. Volt egy részleges mellizomszakadásom is. Az egész jó helyre jött, mert az nem igen. látszik. Hál' az égnek nem látható, abszolút teljesen begyógyult. Hatalmas súlyokkal edzettem. Tehát tényleg súlyom kisebb volt egy 10-15 kilóval, és ahhoz képest olyan súlyokkal edzettem, hogy akkor még mehettem volna akár erőemű versenyre is. Csak az a rész annyira nem vonzott engem. Meg ugye mivel maximalista voltam, úgy voltam vele, hogy jó, még várjuk, majd mikor még erősebb leszek, mikor még erősebb, majd mikor már majd 200-zal szédjázok, minden, és aztán jött a sérülés. Hát talán lehet, hogy pont jó volt, hogy az orrodra kopintott, igen. hogy nehogy esetleg nagyobb baj legyen. Figyelj, most azért az évet, ha végig követjük neked ezt a 2021-et, egész évben nagyon jó formában voltál. Van ennek valami oka, hogy nekem úgy tűnt, hogy szintén verseny előtt 2-3 héttel formád volt egész éven. Ezt tudatosan építetted így, vagy valami fotózásod volt, vagy nem megy ez annak a rovására, hogy esetleg nem jön föl annyi tömeg?
Igazából volt egy fotózásom is. No. Május környékén a Szájteknek volt egy ilyen fotózás, ugye felkértek engem, meg ugye egy jó pár másik tintagot, hogy ugye valamennyire hozzuk munkat formába, és hát ezért is próbáltam utána tartani, utána megjött ugye Muscle Beach, azért is tartottam a formát, de egyébként nem diétáztam annyira kifejezetten erősen, odafigyeltem az étrendre, mellette ugye azért magasabb szénhidrátom voltam. De inkább a minőség és, vagy. És viszonylag is, ugye, igen. Tehát nem szeretek annyira nagyon bepifenni, bevizesedni. Aha. Jobban szeretem, hogyha azért látszódnak egész évben úgy az izomformák. Mennyi most a súlyod, mondjuk a színpadon? Igazából most őszinte leszek. Nem a babbát mondjuk, mert ott le volt egy csopatban. ott biztos, hogy nagyon kevés volt a súlyom. Őszinte leszek, lehet, hogy megdöbbentő, utoljára a súlyom a Superbodyn mértem. Tehát ott a 2020-as? A 2020-as Superbodyn, igen. Akkor reggel mértem a súlyom, akkor voltam 101 vagy 102 kg, azt hiszem. Aha. Tehát a színpadon akörül voltam nagyjából. Sokkal többnek tűnsz egyébként fönt. Ezt mondták mások igen, is egyébként, hogy többnek tűnök. Azóta nem mértem. Off-szezonban se? Direkt nem mérem, mert az a baj, hogy nagyon tud befolyásolni. Tehát ha nem azt látom a mérlegen, amit látni szeretnék, akkor utána elveszi a kedvem. Rossz hangulatom lesz, tehát én elgondolom, hogy szépen, hogy mit tudom én már, lehet, hogy kéne, hogy legyek, vagy 115-120 kg-nak, és ha meglátom, hogy hú, basszus, 2-3 kg-val kevesebb, és utána elmegyek az egésztől, igen. Ádi, van emlékezetes versenyed, ami mondjuk a legjobban megfogott pozitív szempontból? Tehát most mit tudom én, egy igazából. Na, hallgatjuk. Hát nem tudom, hogy menjek igazából sorrendbe, talán a legfontosabbat, ha kiemelhetném, a kínai verseny. 2017-ben, ugye ezen Peti is volt többször ezen a kínai versenyen, én háromszor mentem el Kínába. 2017-ben ez úgy alakult ez a verseny, hogy teljesen egyedül mentem el, teljesen egyedül, mint magyar. Jó beszélsz úgy, kínaiul is, nem? Nagyon jól, egyébként még angolul is éppen hogy csak, tehát itt töröm az angolt, és teljesen egyedül nekiindultam Kínának. Három repülővel oda, három repülő vissza, ott még ugye Kínán belül taxizgatni, szállodába, hotelbe elmenni, meg minden, nulla segítséggel, bátor, tehát úgy magamra voltam hagyva, magamra utalva, hogy az hihetetlen, és ugye ami legmeglepőbb volt az egészben, hogy Kínában ugye ez a közösségi média, tehát Facebook, Insta, ilyesmi, ezek államilag le vannak korlátozva, tehát nem tudtam senkit se elérni, nem tudtam beszélni az ismerősökkel, én teljes depresszióban voltam ott, hogy úristen, hova jöttem, mi bátor, lesz velem. Bátor. Igen, az bátor húzás volt, és valami óriási szerencsém volt, mert abban az évben meg sikerült nyerni azt a versenyt. Hát azért ez nem szerencse. Nem szerencse, igen, mert nagyon-nagyon száraz formát sikerült hozni. A stresszt látod? A stressz, igen, lehet, hogy stressz. Nagyon-nagyon jó száraz formát sikerült hozni, és ugye ezt díjazták is Kínába, úgyhogy megnyertem a versenyt, és az elég jó díjazású is azt volt. Azt hallottam, hogy igen, hogy ez egy jó pénz volt. És akkor még utána visszamentél még kétszer, vagy az elsőre sikerült még, megnyerni? Igen, az elsőt sikerült megnyerni. Egyébként a másik kicsit vicces tényező, hogy ugye rengeteg országból mentek csapatba, tehát németek, oroszok, arabok, mind ugye csapatba, és saját csapatvezetőjükkel, akik utána ugye a bírói székbe beültek. Hoppá, azért az elég. Tehát ugye a bírói székben mindegyik nemzetiségnek a saját bírója, a csapatvezetője ült bent. Hát magyar, meg ugye egyértelmű nem volt bent. Igen, és ennek ellenére sikerült megnyerni a versenyt, hogy ugye tulajdonképpen nekem semmilyen hátszél, semmi nem volt. Hát ez tényleg olyan, jött egy magyar gyerek, bekopogott egyedül, igen, és akkor megnyerte. Ez tényleg egy ilyen hollywoodi történet. Tudsz esetleg olyat mondani, esetleg versenyzéssel kapcsolatban, ami a legnegatívabb élmény? A legnegatívabb? Neveket nem kell mondani, vagy semmi olyat, de hogy ami azt mondod, hogy á, picsába, én ezt abba hagyom, vagy olyan pofot igazából, kaptál, ami egy kicsit kedvedet szekte. Igazából ez lehet, hogy egy picikét nagyképűen hangzik, de én egy versenyre ugye nyerni megyek. Aha. Tehát nekem az első hely az elfogadható. Minden más kudarc igazából. Tehát ami nekem nem első, az kudarc. És ha úgy vagyok mondjuk még második, hogy egy nagyon-nagyon kemény ellenféllel szemben, aki tényleg látom, hogy annyival mondjuk jobb volt, vagy igen, aki tényleg látom, hogy annyival jobb volt, akkor az megint más, akkor azt feldolgozom, jobban elfogadom, de ha tudom, hogy nem hoztam maximumot, nem voltam elég jó,
és úgy lettem második, akkor viszont az úgy elveszi a kedvem. Uh-huh. És magadba keresed olyankor a hibát, vagy más tényezőkbe? Hát egyértelmű a magam. Magadban. Tehát most, ha a másik versenyző jobb, akkor nem, nem hibáztathatom. Na ez egy versenyző hozzáállás, mert ugye sajnos nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hát az edző megmondta, hogy neki kellett volna, és akkor itt csalás volt, meg bunda volt. Itt ugye egyértelmű mindig, hogy ugye a barátok, haverok azok, hogy tesó, te voltál a jó. Igen, te voltál jó, másik nem volt a jó. Mindig jobbnak látják az ismerősök, barátok, vagy akinek szimpatikus a személyisége, azt fogják ugye előrébb rakni mások, ugye így gondolatban. De azért én úgy gondolom, általában a bírók tényleg úgy döntenek szakszerűen és elfogultság nélkül. Vannak kivételek, de... Nyilván, mivel szubjektív sportág, ugye ezzel nem lehet kiküszöbölni. Nem lehet kiküszöbölni, de én úgy gondolom, hogy legtöbb esetben azért helyesen szoktak dönteni. Ádi, egy olyan dologban neked mi a meglátásod, hogy ez a férfi testépítés ez egy kicsit úgy hanyatlik? Tehát elmész egy versenyre, nyilván te neked a nagy részét az fekve töltöd, de te is látod, hogy sokkal több már a női kategóriák, a női versenyzők. Tehát így azt mondom, hogy régebben egy 200 fős mezőnyből 130-140 férfi volt, most megbillent, vagy talán még több nő van, mint 150 a 200. Igen, az a helyzet, hogy szerintem divat lett a versenyzés, divat irányzat lett ugye ez egész fitness, versenyzés, konditerem dolog, és ugye most már a lányok is nagyon elkezdték, minden lány szinte pár hónap után fitness versenyzőkkal, fitness modell, meg ugye, hogy bejöttek ezek az új kategóriák, ugye férfiakban is van sok induló, de men's fizikesek, meg tehát nem az igazi bodybuilding kategória. Míg ezelőtt mondjuk egy 10-15 évvel férfiaknak bodybuilding kategória volt és kész. Testsúllyal, testsúlykorláttal. Igen, nem magassággal, igen, akkor még súly volt, igen. Igen, látsz valakit, ugye most két fiatalról tudunk beszélni egyenlőre, akik úgy föltörekszenek, utánpótlást látsz, mert azért itt vagytok ti közel a 40-hez, na mondjuk igen. Így, ugye a Peti is, a te is, a Laci se egy friss ütés már, ugye ő is azt hiszem 40. Nem, Laci ő fiatalabb. Akkor, Laci ő, én úgy tudom. Akkor rosszul tartja magát, bocs Laci. Ja, azt hittem, hogy de na mindegy, tehát látsz olyan fiatalokat, akik a Ricsin kívül? Mert mindenféleképp látok. Ugye Nagy Ricsi nagyon nagy tehetség igen. Lesz szerintem, ő még, hogy egy pár kiló izmot felszed fel, magára. Igen, biztos, hogy nagyon jó versenyző lesz belőle, szerintem egy 2-3 év is. És lehet, hogy mindenkit el fog verni. Kohári Ricsi is, ugye névrokona, ő igen, is nagyon-nagyon jó. De van még szerintem nagyon sok ilyen fiatal reménység. Ricsivel, nyilván ezt lehet, nem itt kell mondanom, de a Kohárival minőségre tényleg mindig nagyon jó formát húz. Neki inkább a strukturális hibák vannak, amiket nem tudom, mennyire lehet majd ezt küszöbölni. Így a biceps, hát, tömeggel gondolom, igen. Jó, Ádi, ma mi lesz a recept? Ma lábedzésem lesz. Egyedül igen. Edzel egyébként, vagy edzőtársal? Sajnos egyedül úgy lett volna, hogy edzőtársal edzek, csak ő most nem tud jönni, mivel csomagot vár otthon. Ja, de muszáj leszek egyedül úgy folyamatosan, tehát valakivel edzel? Egyébként vagy? Igen, általában edzőtársal szoktam edzeni. Főleg lábedzéshez szükséges. Aha. Ugye ott azért kell, hogy valaki segítsen meg, meg motiváljon. Max szólsz egyébként edzés. Szinte? Igen, szeretek. Tehát lábedzésen azért keményen meg szoktam nyomni. Főleg ugye az utolsó ismétléseket, és azért ott kell, hogy legyen valaki. Ez szabadsúlyos? Tehát guggolsz is? Igazából általában két lábedzésem szokott lenni. Az egyik ilyen guggolás alapú, meg megint más gyakorlatokat rakok össze, a másik meg inkább lábtoló, hegguggoló, tehát váltogatom ezt a kettőt. Egybe edzel a feszítőt a hajlítóval? Egybe szoktam edzni. Vádlival is? Vagy azt Vádlival is. Én úgy szoktam csinálni egyébként, a különlegesség az edzéseimnek, hogy én a kisebb izomcsoportot rakom mindig előre, tehát a várdival kezdem és utána a combizmokat, és például a felsőtestnél is úgy csinálom, hogy triceps és utána mell, vagy biceps és utána vál. Értem. Egyedi, de jó lehet. Nekem így bejött az évek alatt, úgyhogy jobban szeretem. Ádi, a felkészüléseidet most nem az ESD-ről beszéljünk, hanem a mondjuk 2008-tól versenyzül, ugye? És igen, 2008-tól, a Scitech teszt után kezdtem. Ez saját kútfőből edzel, vagy volt valami edződ évekkel korábban, ez mindenre kivetve, tehát... Hát ugye egyedül kezdtem el az edzéseket csinálni. Magát a versenyzést is én magamtól szerintem sose kezdtem volna el. Ugye rábeszéltek már, mikor a Scitech tesztre elmentem, oda is csak igazából így poénból neveztem be, amit aztán megnyertem. És ugye ott beszéltek rá a Scitech tesztre, hogy induljak el feltétlen versenyen, próbáljam meg magam.
És ugye aztán jól alakultak a dolgok, és rákaptam a versenyzésre. És volt aki, aki segített ebbe? Tehát a diétát összeállítani, vagy ezt csak összeolvastad valahol? Mert akkor 2008 még nem volt annyira nagy divat a Hát az internetről szedtem össze egyébként, magamtól az internetről. Későbbiekben egy darabig volt, hogy Pengő Tamás itt segített nekem egy-két tanácsa, de az étrendet, az edzéstervet mindig magamnak állítottam össze. Magadnak csak magadon tapasztaltad, mert miért mondtad, hogy ez mindig én csináltam, mindig én próbálgattam dolgokat, hogy mire hogy reagál a testem. Tök jó. Ádi, na látjátok, lehet Ádival beszélni, a bőbeszédű Ádival. Ádám, köszönöm az interjút, nem tartok fel, a PC-n találkozunk. Mindenféleképpen. Vigyázz magad is, hogy jó edzést. Köszönöm szépen. Sziasztok.